A műsor helyszínét a Fészek Művész Klub biztosította. Jó estét kívánok, Hámori Ildikó és Szinetár Miklós, két Kossuth Díjas, nagyszerű művész, véletlenül házaspárok, jó, régóta a Bota Café vendégei, szerintem mindannyian ismerik őket, ugye Ildikó színésznő, Szinetár Miklósról nehéz felsorolni, hogy mi minden, színésznek nem színész, de rendezőnek abszolút színész, és hát ugye igazgatott egy pár intézményt, ugye Operett Színház, Operaház, vagy a Magyar Televíziónak is volt elnök helyettese, vagy talán alelnöknek hívták, nem is tudom, hogy volt ez pontosan, de azt tudom, hogy ti megismerkedtetek az Ódri színpadon az Egy szerelem három éjszakája című produkciónál. Ez hogy történt? Miklós, te nézted, Ildikó játszott? Vagy? Nem, az ez úgy volt, hogy én ott tanár voltam, és vizsgát rendeztem a negyedéveseknek, és az Egy szerelem három éjszakáját rendeztem. És abban volt egy pici szerep, egy Csilla nevű nő, aki bejön a második felvonásba, és hát egy kicsit ivott, és folyton kacag megállás nélkül. Na most ez az én osztályomban, akik... Egyetlen mondat volt benne, az, hogy Csilla vagyok. Csilla vagyok, egy Csilla. Most csak egy mondat alapján szeretett beléd? Nem, csak azt mondtam, hogy megálltam a levegőben, én őt nem ismertem, nem volt tanítványom. Ő harmadéves volt, az miért én, csak másod? Vagy másodéves, az enyém negyedévesek, azoknak rendeztem a vizsgát. És hát kellett erre a pici szerepre, és hát azt a tanára kijelölték, hogy jó. És bejött az első próbára, ami, hát hogy az a feladat, hogy kacagni kell. És hát megállás nélkül igazán őszintén és valóban kacagott. Mondtam, ez aztán egy tehetség, mert színpadon sírni és nevetni a legnehezebb. Mm-hmm. Azt mindig megkerülik, mert hát az igazi színészek, hát azok semmi, belül megnyomnak egy gombot és zokognak, belül megnyomnak egy gombot és nevetnek, csak az már kiveszőben van. Na és akkor te is felfigyeltél a Miklósra? Hogy hú, hogy nézi azt, hogy te milyen remekül nevetsz? Hát nem hiszem, hogy én azt akkor észrevettem. Nem, most közben az jutott eszembe, hogy érdekes, hogy ezt mondja a Miklós, mert negyedéves koromban az osztályunknak az egyik vizsgadarabja a Skapen furfangjai voltak, és ott szintén játszottam egy kisebb szerepet, az nem az én diplomamunkám volt, de egy kisebb szerepet játszottam benne, és az meg kimondottan arról szólt a monológok előtt, hogy állandóan kacagott ez a lány. És én ott addig kacagtam, amíg a közönség nem kezdett el velem együtt röhögni és betapsolni. Aha. És ez nagyon érdekes, mert hogy úgy látszik, hogy úgy tudtam kacagni. Most ez tetszett meg benne? És akkor te voltál a kezdeményező? Hát azt hiszem, nem emlékszem pontosan arra, hogy kezdeményező, ki kezdeményező, azt hiszem én voltam a kezdeményező. Nagyon tetszett, nagyon helyes lány volt, de hangsúlyozom, nem volt a tanítványom, szóval nem volt köztünk semmifajta úgynevezett szolgálati viszony. Uh-huh. Ha első alkalomra felvesznek a főiskolára, mint ahogy nem vettek fel, akkor az ő osztályába is járhattam volna, de nem. Egyébként akkor ez nem volt tilos, például tudok az artista képzőből olyan esetet, hogy kirúgtak egy tanárt azért, mert a növendékével csókolózott a intézmény előtt. Az más kérdés, hogy utána elvette feleségül, mint ahogy te is őt, de ebből például nem volt izé, hogy jaj. Hát nem volt a tanárom, és én nem voltam a növendéke. Nem volt semmi közünk egymással, hivatalosan. Annyit olvastam, hogy aztán te elhívtad evezni. Igen, ez igaz. És hogy azt már tetszett neked, hogy
csinált szendvicseket, meg várt téveget, és hú, hát aztán... Hogy róla mit gondoskodva lesz, mondtam. És hogy az fontos. Jó. Na, mert hogy te azóta se végeztél soha semmi házi munkát. Nem. Ő meg megcsinálja. Ez így van. Ez így van. Igen. És kész, ettől kezdve egy szendvics volt, ettől kezdve a dolog helyre? Hát alak, ettől kezdve alakult. Ettől kezdve, hát aztán voltunk együtt külföldön az Egyszerelem három éjszakájával, Krakóba vendégjátszott a főiskola. És azon te miért voltál ott? Hát mert én voltam az előadás, én voltam a tanár az osztálynak. Ja, hogy jaj, ennek azzal, a bizonyos az előadásnak. Az egy mondat, hogy szerepre mentő. Igen, persze. Igen. És hát hosszú volt a buszút, amíg Krakóba értünk. Igen. Hát azt olvasom, hogy azóta is szerettek hosszú utakra. Bizony. Igen, mai napig szeretünk, vagy szeretnénk, de... Igen. Már most a pandémia, igen. Igen, hát igen. Miklós, azt tudom, hogy bejárta lényegében a világot, igen. Nem? Elég, igen, igen, sokfele jártam. Hát szokták kérdezni, hogy van-e valami hobbim. Hát még úszás, vagy torna, meg az utazás. Az a hobbim, nagyon szeretem. Hol mindenhol jártam? Hát rengeteg helyen, Európában, Ázsiában, Amerikában, nagyon sok helyen. Ezek tévés munkák voltak? Részben. Vagy részben még meghívások, hát mit tudom én, sok helyen, Kanadában rendeztem, Kazaksztánban rendeztem. Kazaksztánban mit rendeztél? Alma Atában rendeztem a Vígözvegyet. Pontosan 10 évvel ezelőtt, de annak is külföldi út a története, mert eredetileg én ezt a Vígözvegyet Szentpéterváron rendeztem meg. Ides Tova 2006-ban. Annak most már... Úgyhogy amikor voltak a 2006-os október esemény, nem voltam itthon, mert Szentpéterváron rendeztem épp a Vígözvegyet. Na most Szentpéterváron volt egy konferencia, a különböző ilyen, nem tudom, kulturális miniszterek jöttek össze, és ott volt a kazah kulturális miniszter. És szórakozásul elvitték a minisztereket színházba, megnézték az én Vígözvegyemet. És a kazah kulturális miniszter ráparancsolt az Alma-Atai operára, hogy engem meg kell hívni, és ezt meg kell csinálni, mert ez... És máshogy csináltad meg ott? Hát mindig, ez mindig máshogy. Az operett egy olyan műfaj, hogy mindig másképp kell megcsinálni a színészek függvényében. Hát ez a színészek műfaja. Tehát, hogy mondjam, formáját tekintve, a díszleteket, azt nem. De ha a hangsúlyok, azok egész mások. Hát neked ugye volt a legendás Csárdás királynő rendezésed, amikor valami 22 éves voltál? Annyi, 22. Ó, igen, és becsöppentél, és akkor megcsináltad ezt a hosszú. Igen, de azt csak egyszer rendeztem. Csárdás királynő többet. Hát fel kellett újítani, de jó, igen, hát de más. Igen, igen. De még a mai napig rekorder, mert nagy örömmel olvastam, hogy a Macskák elérte az 1000. előadást most már. Csárdás királynő 1600 előadást élt meg az az előadás, úgyhogy még mindig. Na jó, de úgy hát vagyok ezzel, most nagyképp leszek, mint amit a major mondott, amikor az első Sputnik megkerülte a Földet, hogy milyen gyorsan kerülte meg, és akkor azt mondta a major, hogy a puk még mindig gyorsabb. Hát igen, igen. Na, és akkor végül is ti elég hamar összeértetek. Ugye ez volt Miklósnak már a harmadik? Igen. Igen. Harmadik házassága. Az elsőből is van egy gyerek, a Gábor, akiről... Nem, a másodikból. Ja, másodikból, bocsánat. Első meghalt, első felsége meghalt, a másodikból. Igen. A Gábor, aki ugye most Tájföldön él, de igen. Eredetileg tulajdonképpen ő is rendezőnek készült, nem? Hát nem csak készült, volt is, hát csinált 3 filmet, amely mind a 3 olyan sikeres volt, jó nézettsége volt, szerették a színészek, minden rendben volt. Na de aztán jött a rendszerváltás, és vele az a váltás azt mondta, hogy ő ahhoz nem ért, hogy ő pénzt szerezzen a filmekhez. Hát nem, hogy félreértéseség, ma egy film elkészítéséhez annak 30%-a az, hogy az ember valamit kitalál, vagy elkészít, 70%, hogy honnan szerzi a pénzt, és hogyan.
Úgyhogy ő akkor azt feladta, és elment, és csinálta a különböző tévékben hosszú évekig az előzeteseket. Hát a királyba is, és aztán amikor a zsinórba kirúgtak embereket, aztán, akkor ők is. Aztán utána elment nyugdíjba, és elment Thaiföldre. Aha. Ti meg most az interjúkból nem tudom pontosan, hogy Buda Kalászon értek, vagy már Óbudán értek, vagy hogy van? Egyik helyen sem, Csillaghegyen. Hát azt mondjuk, hogy Óbudán. Igen, igen. Hát tulajdonképpen oda mentünk, ahol én születtem arra a környékre. És egy tipikus három generációs ház, ugye, tehát együtt értek. Színettel Dórával, Makranci Zalánnal és unoka. Igen. Igen. És neki az élettársa. Igen. Úgyhogy... nagy család. Három unoka, és a legnagyobbiknak van élettárs, menyasszonya, nagyon édes lány, úgyhogy vagyunk együtt. Általában vasárnapi ebédeknél 8-an vagyunk. Amire? Főleg te főzöl? Uh-huh, igen. Mert azt olvasom, hogy általában nálatok van nagy, valami nagy asztal. Van egy nagy asztal, főz, igen. Nagyszerűen főz, szóval is. Köszönöm. És ő látja el az egész családot, igen. Aha, aha. Ti nem nagyon dolgoztak együtt, ugye? Tehát, hogy abból azért sport, azt olvastam azt a Színetát Dóra, hogy be akartad tenni a denevérbe, és mondta, hogy csak nem képzeled. Hát most ez a, ebben... De a, most a Dunakanyar. Életem először, 30 éve van a pályán, és ez az első alkalom, hogy rendezzem. Mert? Első alkalom. De miért? De mert, hogy mondjam, az egy olyan fura világ volt, valahogy másképp volt erkölcsös. Hát én a televízióban vezető voltam, én a televízióban az Ildikót 28 év alatt kettőször rendeztem. De olyan se volt, hogy mondjuk javasoltad más rendezőnek? Hogy... Nem. Nem? Nem, nem. Ez valahogy nekem úgy nem ízlett. Szóval én ezt a családi vircsaptot, ami azóta megszokott lett, és teljesen normális ma már, ezt annó én nem kedveltem különösebben. De hát az Ildikó se kedvelte, és a Dóri is rettentő sokat adott mindig arra, hogy ő nem azért az, aki, mert kinek a lánya. Hát ez főleg fiatal korában volt érdekes, hát később már fordítva volt, hát azért voltam én már úgy fogorvosi váróban, hogy felismertek. És azt mondta, igen, és azt mondta, igen, ez a Színetár Dóra papája. Hát mert úgy, ő az, aki sokat látszik, hát, egy rendező kevesebbet hát, látszik. De azért te voltál, tehát gyakran szerepeltél a képernyőn. Tehát én emlékszem, igen. Hogy filmekről beszéltél például. Még ma is időnként előfordulok, igen. Szóval van egy fajta ismertségem, na de hát ez egy töredéke a lányoménak, szóval, és hát a feleségemének is, hát ők foglalkozásszerűen vannak a közösségek. Miközben ő azért mondogat olyanokat, hogy volt időszak, amikor azt se tudták, hogy a pályán van. Hát olyan azért nem volt, olyan korszak nem volt. Igen. Csak hát... hogy mondjam, nem volt bent a Pixisbe, hogy úgy mondjam. Szóval nem volt rajta az a pecsét, ami ahhoz kellett, hogy egy bizonyos úgynevezett újságírói meg egyéb körökbe őt. Hát elfogadni, de ez, ma már nincsen, de hát ezelőtt egy olyan 20 évvel még, meg korábban, hát volt egy ilyen nagyon határozott, én nem azt mondom, hogy ízlés terror, vagy ízlés diktatúra, de hát aki nem volt belül egy bizonyos körön, az kevésbé volt a figyelem közé. Édikó, te erről mit gondolsz? Hát tehát így gondolom. Én is azt gondolom. Ha arra gondolok, hogy ezelőtt 2 évvel forgattam egy filmet, aminek hál' Istennek nagyon nagy sikere lett, de előtte... Ez a Pilátus, a Pilátus, igen. De előtte véletlenül sem fordultam elő. A magyar filmbe nem fordultam elő. Na most nem gondolom, hogy annyival csúnyább lennék, vagy
tehetségtelenebb lennék, vagy nem tudom, hogy mi hiányzott belőlem 25 éven keresztül. Nem hiszem, hogy azon kívül bármi, hogy nem tartoztam oda. Ennyi. Most mondok valamit, ami majd kiborítja a bilit. Szóval amit a Színművészeti Egyetemmel a Vidnyánszkijék csináltak, az egyrészt egy disznóság, másrészt rémes hülyeség. De a hivatkozási alapban 15%-ban igaza van. Amennyiben? Amennyiben itt tényleg volt egy fajta zárt kör, ami nagyon-nagyon rajta tartotta. Szóval, hogy mondja most, hogy ki mondja? Szóval, amin rajta volt Kaposvár pecsétje, az kvázi elfogadott volt. És hát, kizárólag. Ezt emlékszem, hogy te is mondtad egyszer egy rádióműsorban, hogy ugye tanítottál ott 50 évig, és akkor felajánlottad, hogy tanítanál, és mondták, hogy majd hívnak, aztán nem. Igen. Aztán nem hívtak. De hát a 15%-on azért azt hiszem, hogy hangsúly van, nem? Tehát, hogy a másik 85 az viszont, az hát arról mondd el a véleményedet. Kicsit bővebben. Hogy jó, mit hát gondolsz? Már a főiskoláról? Igen, hogy mit történt? Hát a főiskolája az egész egy tévedés. Hát ott kezdődik, hogy szerintem egy színművészeti egyetemnek állami kézben kell lennie. Nem szabad semmilyen magánkézbe kerülnie. Én ezzel az egyetemen még főiskolás korában 51 évig tanítottam. Professzor emeritus is vagyok, persze. 51 év alatt a növendékeim sorra lett Kossuth díjas, ma is van köztük nemzetszínésze, prima primissima díjas. Volt olyan idő, hogy 7 magyar színházban volt igazgató a növendékem. Mm. Úgyhogy nekem van ott egy múltad. Most én azt tapasztaltam ez alatt az 51 év alatt, hogy a felvételi vizsgák például abszolút tisztességesen folytak. Ami azt jelenti, hogy beült abba a bizottságba 21 ember vagy 25, egy között ingadozott, és szavaztunk. És kizárólag az döntött, hogy kinek volt szavazati többsége. Volt olyan felvételi vizsga, amin fölvettük az akkori egyik miniszternek a lányát, és ugyanazon küldtük el az államelnök unokáját. Ugyanazon az egy... Na most, amíg ez állami, addig elve ez ellenőrzés alatt van. Addig elve fenn kell tartani ezt a rendszert. Amint magánkézve van. Tehát a Jóskának a izéje beszólt meg, akkor beszólnak, hogy vegyék föl a izét, meg vegyék föl a hotyé, meg ez. Abban persze beszólnak, hogy a filmesek közül ki mennyit kapjon a következő filmjére. A Józsinak, hát annak a nagybátyja tett nekünk politikai szívességet, akkor az egy nagy gázsit, akkor az egy nagy összeget kap a filmre. A Jenő az nem van. Ezt egy államiba elv, még egyszer mondom, elvbe, mert ma ezt nem lehet megcsinálni. Maga a szent magántulajdonban azt csinálnak, amit akarnak. Ne legyen így. Ne legyen így. De annak van egy öttagú kurat, ők a tulaj. Nem lehet szót se szólni. Egy, kettő. Jön egy ilyen, hogy hívják, jön egy ilyen pandémia, vagy egy földregés, vagy egy világválság, vagy egy olyan, mint a Balkán, valami. Mikor egyszer csak rendkívüli helyzet van. Egy állam föntartja azt a főiskolát, meg kötelessége. A szent magántulajdon széttárja a karicsát, sajnos elfogyott a pénz, nagyon sajnáltam. Szóval, hogy mondjam, ilyen kicsi intézmény, mert ez egy kicsi intézmény, nem lehet kivenni az állami gondoskodás alól. De hát itt azért van óvatatlan egy politikai oka is ennek. Jó, hát azért az a dolog, hogy mondjam, most nem akarom a dolognak az egész okságát, de ez az első számú hülyeség, ami történt. Ez egy megbocsáthatatlan hülyeség, nem szabad kivenni a kettő. Ez nagyon jó színház volt, az Audrey színpad. Hát sok siker. Nagyon lerobbanna, föl kellett volna újítani. És sokkal tovább volt már színház, mint amennyit volt, ugye, templom. Hát, tehát,
Az uránia pedig alkalmatlan színjátszásra, ez már kiderült több alkalommal, többen próbálkoztak már ott. Hát vizsgálóadásra különösebben, mert de semmi, ez nem igen. Színház, igen. Remek mozik. Nem, azért a hátsó rész, tehát az úgynevezett kiszolgáló rész, tökéletesen alkalmatlan. Na most még valami, amitől én félek. Hát ebbe a rendszerbe, ahol eltartja magát, mert egy magvó kapott, kap pénzeket, tehát el kell, hogy tartsa magát. Mi van akkor, hogyha egy remekül felszerelték, sok pénzt adtak a filmes tanszaknak. Mi van akkor feltéve, de meg nem engedve? Mi van akkor, ha az elkezd reklámfilmeket gyártani, mert az jó üzlet? Ahelyett, hogy művészeket képeznének, reklámszakemberek kerülnek ki onnan, akik éjjel-nappal jó pénzért gyártják a reklámokat. Egy állami intézménybe, hát ezzel rajta tartja a köz, azt jelenti, magán azt csinál, amit akar. Szóval ezer sebből nézik, de az a része, amikor a vigyájék összenek, hogy egy nagyobb meghatározott, nagyon tehetséges és időnként értékes kör kézbe tartotta az egész magyar színház életet, és vele a főiskolát, és abban van igazság. És úgy érezted, hogy csak ők? Hát azért ott vannak, ők mindig elmondták, hogy hát, és akkor mondtak például. Jó, hát ez is olyan, én mindig vannak mások, de az tagadhatatlan, hogy a Katona József Színházból meglehetősen sokat tanítottak. De hát meg van nekem más, hát olyan sem volt, de lehet, hogy rosszul láttam. Hát például ment ez, én jártam erre a főiskolára, még után sem hiszem előadásokat is. Kérem szépen, volt egy vizsgálóadás, a Koldus opera. Nem a Brecht, hanem az eredeti. Azt a Novák Eszter rendezte. Én megnéztem azt a vizsgát. Remek volt. Brilliáns. Jók a nő, jó minden. Tudod, hány tanár ült a nézőtéren? Egy se. Csak akik az osztályt tanították. Az ott tanítva, egy se. Nem lehet, hogy abból volt több előadás? Biztos volt, de nem rendszer. Szóval erre a utánunk következő generációra nem jellemző, hogy nézi a mások előadását. Hol látod te máskor egy színházban bármelyiket ezek közül? Hát ez a mi időnkben nem így volt. Hát a mi időnkben, ha nekem volt egy vizsgám, az természetes, hogy a Bámos, az Ádám, a Vár, ott ül, az Olti maga, tehát te, hát ez egy főiskola volt, egy összetartó valami. Aztán még valami, ami nekem ezzel a régi főiskolán nagyon nem tetszett, hogy meg kell szüntetni. Én tanítottam, mit tudom én, 12 növendéket. Akkor szólt nekem a Kazimér, az Ádámot, hogy sorba szerződtették a növendéket. Azután jött az a rendszer, amikor minden egyes rendező a saját színházának képzett színészeket. Minden egyes osztályban oda voltak kitűzve, ahol a tanító tanár tanított. Na most nem beszélve erről ennek a dolognak, ha vitathatóan erkölcs is voltak, de akkor ez azt jelenti, hogy ezek a szerencsétlenek egy stílus tanultak meg. És abban persze, onnan kikerültek, már nehéz helyzetben voltak. Hát nem tudom, azért nem ugyanaz a stílus mondjuk egy Zsolt és Sándor, mint egy Asser Tamás. Hát abszolút nem ugyanaz a stílus. Hát de hol volt a Zsoltérnak színháza? Hol került hát hozzá? Hát színháza valami? Nem volt, de hát hogy került, hogy került hozzá? Aki ott volt abban az osztályban, oda kellett kerülni. Szóval, hát hogy mondjam, a dologban az a lényeg. Hogy ez, amit, és aztán beszéljünk, hogy Ildikóról, nem akarok, de ha már beszélek a főiskoláról, ami nekem tényleg szívügyem 51 év után, hogy amit csináltak, az disznóság és hülyeség is. De az érvek, amiket abban van, volt igazság. Hát te egyébként tanítottad Vidnyánszky Attilát is. Hogy tudtatok erről beszélni? Tehát mondjuk fölvette... Akár fölvetted én a telefon, fölvetted, és elmondod neki. Hogy mondjon le, azért mondjon le, mert elképzelhetetlennek tartottam két dolgot. Két dolog, mert különben Vidnyánszky egy rendkívül tehetséges ember, és valamikor egy nagyon szeretetre méltó ember volt, egy jó kollega. Az operában ma is szeretik, már nem csülel kapcsolat, de amikor rendez, akkor nagyon szeretetre méltó, kedves, értelmes ember. Én már nem beszéltem vele három éve, nem tudom, most egy borzasztó hülyéket nyilatkozik, de hát a nyilatkozatot. De, hogy mondjam, egy egészen kiváló ember volt. Azért kellett volna lemondani két dologért.
Az egyik az, hogy ennyi állást nem lehet elvállalni. Tehát nem lehet, hogy valaki egyszerre rendezi nagyon lelkiismeretesen és tehetségesen a Rómeó és Júliát napi 8-10 óra, de közben kuratórium, közben színházigazgató, közben a szövetség elnöke, közben a minisztérium tartsa, 7 hely, ilyen pedig nincs. Hát meg a színművészetét most nem is mondtad. És kapos, ilyen pedig ez egyik, a másik. Amit én alapvetően tartok, hogy ha valaki ellen, meg valami ellen ekkora felzúdulás van, nem kell vállalni. Ez csak nagy hátszéllel lehet. Kérlek szépen, elmondok megint erről a másik izéről vagy történetet. Aztán már tényleg nem, de hát okay. Ha már... Csak mondjad, jó hallgatni. Annak idején a Görgei Gábor lett a miniszter. Szocialista kormány idején, és azt elhatározta, hogy ő nagyon kedvelte, és nagyon nagyra tartotta, Huszti Pétert, és ki akarta Huszti Pétert nevezni igazgatónak. Nemzetibe. A nemzeti színházba. Aki szerintem kiváló igazgató lett volna. Igen ám, de akkor az előbb említett másik oldal, tehát nem a Vidnyánszkék, elkezdtek hörögni, hogy hát a szakma döntsön, hogy legyen gyűlés, meg izé, meg nem így van, ne nevezzen ki a miniszter a szakma, ami egy hülyeség, mert a szakma elfogult, a szakma nem kompetens, ilyen nincs. A Máró nevezett ki igazgatókat, és a szakma, olyan, hogy a szakma nevez ki, ilyen még nem volt. Igen ám, csak akkor a Huszti Péter azt mondta, hogy jaj, nem, köszönöm szépen, akkor nem csinálom. Na, ezt kellett volna Vidnyánszkinak is mondania. Hogy jaj, nem, akkor köszönöm szépen, nem. De egyet mondok, hogy múltkor elmondtam, elég sokáig voltam vezető. Vezető csak akkor lehet az ember, ha én teszem a szívességet, hogy vezető vagyok. Ha nekem teszik a szívességet, hogy kineveztek, akkor megette a fene. Még egy dolgot mondtál, ami szerintem meglehetősen fontos, hogy egy vezetőnek éberen kell tartania azt a jelentéktelenségének a tudatát. Persze, hát ez... Tehát nem felfogalkodották ellen. Egyébként... Jó, egyébként igen. Hadd tegyem hozzá, hogy például a Vidnyánszki ilyen szempontból, Debrecen, jó vezető, nem hallottam soha, hogy zsarnok lett volna, hogy önhit, hogy túl, nem abban nyilatkozott hülye, de nagyon normális, értő, azt kell mondanom, hogy szerény, normális igazgató volt Debrecenben. Otthon ti beszéltek ilyen dolgokról? Igen, szoktunk. És te erről például mit gondolsz? Főiskoláról? Aha. Ugye nagyon sok minden rosszat mondtak erről a főiskoláról, hisz azért kellett teljesen megváltoztatni. Igaz, hogy az nem tegnap volt, amikor én oda jártam, de én ott remekül éreztem magam. És magam szemére hányták annak a vezetésnek, akiket most leváltottak, hogy nem elég hazafias, meg nem elég nemzeti, meg nem elég nem tudom milyen. És mindig arra gondolok, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy aztán amiket a pályámon én eljátszottam, azokat nem lehetett volna más ideológia szerint eljátszani. Olyan nincsen, hogy nemzeti színjátszás, meg ezek nem létező dolgok, hanem a színdarabok a hősiességről szólnak, elvekről szólnak, a szerelemről szólnak, az életről szólnak, és egy rendező bármit szeretne végül is, én mondom el azokat a mondatokat, és én azt csak úgy tudom elmondani, illetve csak akkor vagyok hajlandó, ha úgy mondhatom el, amit én erről gondolok. Na most, hogy engem más valamire tanítanak, és akkor azt szerint mondani, ez egy marhaság. Ilyen nincs. Beszélni kell jól megtanítani a növelléket. Persze, tehát nem ideológiát. Meg mozogni, mert hát nem ideológiát, mert folyton azt mondták, hogy nem tudom, milyen ideológia mentén, semmilyen ideológiát nem tanultunk, művészettörténetet tanultunk. Beszélni tanultunk, mozogni tanultunk. Az, hogy valakinek milyen az életről vallott
gondolata, hogy mit gondol a művészetről, azt úgysem lehet tanítani. Egy irányokat lehet mutatni, és aztán, ha az emberből felnőtt lesz, akkor úgyis ő dönti el, hogy mit gondol a világról. Arról mit gondoltok, hogy a Dóra időnként meglehetősen nyíltan és keményen hozzászól bizonyos társadalmi kérdésekhez, és akkor, hát hogy mondjam, olykor alaposan megkapja a magáét, amit ő egyébként nagyon jól áll. Hogy ilyenkor féltitek, vagy helyt, vagy mit? Hogy mondjam, nagyon független, önálló lény volt egész életében. A Dórika, amikor 2 vagy 3 éves volt, és valamit akart, mindig azt mondta, picikor, két-három, egyedül. Ő egy nagyon, nem véletlen, hogy nem akart soha az én rendezésemben, nem, ő mindig szerette egy önálló egyéniségben. Szerintem ő makulátlanul tisztességes, tisztességesebb, mint a sok éves átlag. Nem törődik azzal, hogy mit szólnak hozzá. Szóval neki egy vélemény, olyan is, amivel én nem értek egyet. De ő abban őszintén hisz, és komolyan veszi. Mondasz egy ilyet például? Hát nem. Most nem. Jó. De nem féltett, tehát nem volt olyan, hogy amikor olvastál ilyen egészen pocskondiázós kommenteket, mert az ember mindig elhatározza, hogy nem olvassa, aztán időnként csak bele, nem? Volt egy féltettet például? Már mitől? Hát azoktól, akik támadják. Nem azt mondták neki, hogy megölik, hanem más gondoltak a világról. És a Dórika is azért tudja leírni, mert más gondol. Ezért akkor beszélgetni kéne, a stílus az egy másik kérdés. Hogy pocskondiáznak, és az... Félreértést. Az tőle távol áll. Ez a mai világ tele van mindenféle randasággal. Na de félreértés, nem egy olyan világ, ahol valakit a véleményéért megölnek, internálnak, kirúgnak, az nem. Tehát egyszerűen ebben a világban azért, ha valaki képvisel egy álláspontot, még nem ölik meg. És akkor ez így megnyugtató. Szóval azt gondolom én, hogy azt, hogy ne hazudj, és azt mondd, amit gondolsz, azt arra mi neveltük. Jól sikerült. Igen, de ez tény és való. Igen. Azt hadd mondjam el azért, amiből nem nézünk naponta szembe. Azért én éltem egy olyan világban, ahol az ember meggondolta azt, hogy ne hazudj, mondd, amit gondolt, mert mondod a gondolatot, másnap kikötsz recsken, vagy másnap elvisznek Auschwitzba, vagy elvisznek és megölnek, és internálnak. És tőlünk 8000 kilométer, tőlünk egy pár ezer kilométer, 8000 embert lőttek be az árokba, Srebrenicán, most, és itt a szomszédba. Nálunk ilyen nincs. Tehát mi azt merjük. Annyi van, hogy az interneten mindenféle baromságokat akkor kiabálnak, meg fenyege, meg ordítoznak, de hát azért van valami minőségi különbség. Szóval azoknak a költőknek a sorsa között, akiket most esetleg mellőznek, és a Radnóti Miklós sorsa között van egy árnyalatti különbség. Igen, és hát amiről ő beszél, ehhez kell a 89 év. Hogy a világot teljesen másképpen látja, mint egy 40 éves, vagy 50 éves, vagy akár 60 éves. Máshol vannak a határvonalak. Hát igen, én azt olvastam, hogy bombázáskor volt, vagy volt valami, amikor valami rémes dolog történt, és utána azt mondtad, hogy hát ezután neked nem kell félni, mert ha ezt túlélted, akkor az mi volt konkrétan? Semmi, hát kérlek szépen, mint sokszor elmondtam, 12 éves voltam, második gimnazista, ültem az óvóhelyen lent, és akkor őrületes zaj, de valami borzasztó, és hát mindenki kialudt a villany, remegett így. Amikor kimentünk, akkor láttuk, hogy a Szondi és az Izabella utca sarkán egy 4 emeletes házat leborotvált a bomba szabály. És ma is látszik, hogy olyan ház van ott, ami nem az volt eredetileg.
látszik rajta. És akkor én halálkomolyan arra gondoltam, 12, de jó Isten, és ezelőtt egy fél évvel én még azon izgultam, hogy hanyas kapok latinból. Szóval... És akkor így tényleg ki lehet törölni a félelmet? Nem lehet kitörni, a félelmet nem lehet kitörni, az ember mindig fél a mindentől, a pandóvilágból. Csak kordában lehet, csak lehet a dolgokat más aspektusból nézni. Lehet sok mindent más aspektusból nézni. Hát milyen aspektusban? Hát, hogy mondjam, ez két különböző dolog, lehet személyes aspektusból. Lehet azt mondani, amit az előbb idéztél, hogy hát semmi, ezután már minden csak ráadás mondja az ember, ha ott mellette lebombáztak meg. Hát amikor a mellette a pattársamat belelőtték a Dunába, akkor onnantól kezdve minden tényleg egy ráadás. Ez egy személyes. De egy kicsit kívülállóként, hát azért az ember újságot olvas, figyeli a világot. És hát azt mondja, hogy hát rémes, gusztustalan, borzasztó íze, de az még mindig azért nem, sok szempontból nem a legrosszabb. Hát egyébként te a ráadást azzal kapcsolatban is szoktad mondani, hogy hát már sokat értél, tehát ettől kell, most már minden ráadás és ajándék. Persze. Ilyen szempontból én nem vagyok mérvadó. Egyáltalán nem vagyok mérvadó, szóval az én véleményem ilyen szempontból. Nem számít, mert, hogy mondjam, egy mai fiatalember, aki mindezt nem élte át, az azt éli át, ami ma van, teljesen más az inger küszöb. Ezt tudomásul kell venni. De foglalkoztat a halál? Hát nem túl sokat. Nem túl sokat. Mert idik hát a Pilátusban azért... Jócskán van ilyesmiről szó, nem? Hát ott egy öregasszonyt játszol, aki... Igen. Nem szeretek foglalkozni olyan dolgokkal, amikkel nem tudok mit kezdeni. Hát igen, de hát, mert hogy te egy olyan, nem tudom, hogy így van-e, de olyan mag egészséges embernek tűnsz, aki jön, megy. Jó, aki, erre szoktam mondani, mert mindig mondják, hogy mert jól nézek ki. Ha úgy érezném magam, mint ahogy kinézek, akkor nagyon boldog lennék. Én azt szoktam mondani, hogy nekem is mondják, hogy jól nézek, belülről rohadok. Szóval, hogy de nem, hát Miklós, elnézlek. Tehát, hát te jössz, mész. Néztem azt, amikor, mit tudom én, Erkel színházban szinte mindenkin maszk volt, azt hiszem épp kötelező nem volt, de nyugodtan mászkáltál maszk nélkül, és láthatóan jól érezted magad, és próbáltad teljesen fesztelen lenni, sőt, valószínűleg még az is voltál. Szóval én ilyenekre gondolok, hogy tulajdonképpen nincs egy ilyen öregember feelingem veled kapcsolatban, miközben februárban, vagy valamikor évelején már 90 éves lesz. Hát ez van. Igen, na most azt gondolom én, hogy ebben nagyon sokat számít, hogy fiatalok közt élünk, tehát otthon. Aha. Különösen így pandémia idején, mert ugye volt olyan korszak is, amikor be kellett zárkózni valóban, ugye, vagy másfél hónapra, vagy két hónapra. Na most én azt el tudom képzelni, hogy két öreg ember ül otthon, vagy egyedül ül valaki otthon, az nagyon nehéz feladat abból mentálisan jól kijönni. Nézd, ezt egyszer azt mondtam, vagy írtam, én tényleg nem érzem magam különösebben öregnek, annyiban igen, hogy sokkal jobban elfáradok, rengeteg ez vagyok fáradt, könnyebb, kevesebb a teljesítő. De nem érzem magam öregnek, én nem éreztem magam fiatalnak se. Én ezeket a kategóriákat nem szeretem. Én ebben nem hiszek, hogy a fiatalok ezt akarják. Az egyik fiatal ilyen, a másik fiatal olyan. Az egyik öreg ilyen, a másik öreg olyan. Ennél hazugabb dolog, mint hogy a fiatalok, meg hogy az öreg, de az egyik ilyen, a másik olyan. De nem éreztem, szóval azzal engem nem lehetett soha, hogy gyerünk, fiatalok, nem szerettem. Nem éreztem magam akkor se, hogy mondjam, fiatal voltam, de nem éreztem magam főfoglalkozású fiatalnak. Egyáltalán rettentően utálom mindenbe a főfoglalkozást. Én nagyon tisztelem azt az embert, aki hívő, de aki a nap 24 órájában a főfoglalkozásban hívő, azt nem szeretem.
Én azt megértem, ha valaki öreg és fáradt, és igen, de a főfoglalkozásban öreg, az, meg főfoglalkozó fiatal, az rémes. Egyébként nekem az a tapasztalatom, azt már csak úgy némi cinizmusan mondom, hogy a főfoglalkozású fiatalok, akik nagyon fiatalosak és nagyon tudják, hogy mi kell a fiataloknak, azok általában 50 fölött vannak. De általában 50, szóval ott kezdenek nagyon fiatalodni. Mint hogy bizonyos színésznőknél, és a növendékeimnek mondom mindig a 18, ne legyenek olyan fiatalok. Majd 40 fölött, akkor kezdenek el olyan aranyosak lenni egyes színésznők, és olyan fiatalosak. Nem kell, hagynék, azért hagyják meg, ne törődjenek vele. Az ember fiatal meg öreg is. Ezen kívül vegetáriánus és húsevő is. Ezen kívül hívő meg hitetlen is. Ezen kívül színész meg rendező is. Ezen kívül hazafi és meg internacionalista is. Számomra az emberi ideál az abból áll, hogy rengeteg minden sok mindenből összeáll. Akik van a magyar nyelven, de rengetegszer hivatkozok rá. Magyar nyelven van egy gyönyörű szava. Hát egyáltalán a magyar nyelv zseniális, de ez a legjobb szó, hogy együgyű. Az nem azt jelenti, hogy egy gyügyű, az azt jelenti, hogy egy ügye van. A magyar nyelv lenézi azt, akinek egy ügye van. Az egy együgyű. Én azokat szeretem, akinek sok ügye van. Jó, hát te aztán tényleg sok ügyed volt, és színházon belül is, hát filmet is rendeztél, tévéfilmet is rendeztél, operafilmet is rendeztél, és színházon belül is mindenféle műfaj. Igen, de nem is mindig úgy voltam, hogy van a Lajtai Lajosnak ez a nagyon helyes operettje, a Két szerelem, abban azt énekelt a Honti Hanna, hogy nekem élet a színház, én csak itt vagyok én, ebben én nem hiszek. Én a növendékemet mindig arra biztatom, de a Honti nem ilyen volt, hogy neki? A Honti ilyen hogy volt, nem? Frász volt ilyen. Élte az életét. Én arra biztatom, hogy szüljenek gyerekeket, legyen kalandjuk, mindenféle. Éljék az életet, akinek. Én reggeltől estig benn vagyok a színházban. Éjszakas volt nekem, én azt gondolom, nem merő. Azok a művészettel foglalkozó emberek, akiknek az az ügye, tehát akinek élet a színház. De hát ez nem csak színészekre vonatkozik, de színésznőkre. Hogy az egy pótcselekvés. Az az igazi együgyűség. Tehát, hogy csak az van az életében. Hát, most erre még egyet azért mondok, mert nekem mániám a százalékok és az arányok. Szóval erre is az vonatkozik, ami vonatkozik számomra például a modern rendezésre, bizonyos modern rendezésekre, hogy ezek az elkötelezett, már a szót is utálom, hogy elkötelezett, azt jelenti, hogy oda van kötelezve valahova. Oda valahova. Én utálom az elkötelezetteket. Ezek az elkötelezettekből azért 3-4, néha 5% a maga módján igaza van, és zseniális, azok világmegváltók. Ez tényleg világmegváltók, csak ezek a világmegváltók sajnos hitelesítik azt a rengeteg blöffmatyit. Ez, hogy mondjam, elmegyek, megnézek egy modern opera rendet, múltkor láttam, ment nálunk a Bánfi színpadon, a Eiffel Színházba, a Carmen. Láttam. Már 20 éves előadás, egy ilyen nagyon egyéni és nagyon modern spanyol baszk rendezőnek a rendezésével. Ez amiben autók kérnek be. Én ezt a műfajt szívből utálom. Ez zseniális volt. Én ezt nem szeretem, de jó, ez ebben nem egyébként. Hogy mondjam, azon belül mindig van, hogy mondjam, azok között is, nem akarom elítélni, akik főfoglalkozásban valamilyenek. Azok között is van egy-egy, mit tudom én, egy-egy nagy forradalmár, egy-egy nagy lángolót, az a kivétel. Nem muszáj hozzá forradalmárnak lenni.
volt itt Molnár Piroska is, aki hát elmondta, na, hogy amikor... Ő a kivétel. Igen. Számomra ő a kivétel. A Molnár Piroska zseniális színésztő, nagyszerű, tőle elfogadom. Hogy tehát ő azt mondta, hogy annyit ad a szakma, amennyit az ember beletesz, és elmondta, hogy ő bizony, amikor a között kellett választania, hogy a férjével, Ötvös Péter, zseniális zeneszerzővel megy külföldre, vagy itthon marad és űzi a szakmáját, a szakma mellett dönti. Ma is hozzá menne Ötvös Péterhez, mert mai napig szereti. Ezt ő megteheti, mert annyira tehetséges és annyira igazi, ő egy zseni. Ő az a kivétel, aki erősíti a szabályt. Ez pontosan olyan, mint hogy Wagner Richardhoz fogható, sötét gazember a földön kevés volt. Mindenkit becsapott, mindenkit átejtett, mindenki ez gonosz volt. Egy és az még a legkevesebb. Ez volt egy rettenetes rohadék volt. Na de megszólal a tűzvarázs a válkürbe, és kit érdekel, hogy milyen volt. Szóval ezek a kivé, de ahhoz zseni, egy másik, egy magyar írónak viszont, bocsánat, azt mondtam, nem mondom, hogy te, azért nem vagy olyan jó író, hogy ennyi hülyeséget írjál, ennyi hülyeséget nyilatkozzál. Ahhoz jobb író, ahhoz jobb, ha sokkal jobb író lett volna, akkor azt mondja az ember, hogy hát Istenem. Persze, minden, amit én mondok, ami mindenben renget, mindenben vannak kivételek. Vannak, ő a kivétel, Molnár Piroska a kivétel, ami erősíti a szabályt. Mert ő nagyszerű. De ő ráhivatkozva közepes tehetségeknek, akik rákényszerítik a kollégáikat, hogy éjszaka ahelyett, hogy elolvassanak egy újságot és aludjanak, ahelyett még ott maradjanak a színházba, és tépjék a szájukat és magyarázzák a művészetet, az borzasztó. Oké. Hát egyébként tudom, hogy te meg mindig nyíltan mondod, hogy neked a család az első. És azt is mondod, hát ha a színházban nem megyek be, semmi nem történik, akkor majd eljátsza más a szerepet. Nem játssza el? Nem, most belegondoltam az előbb ebbe az élethelyzetbe, amit Piroska mesélt, aha, akit én is nagyon-nagyon szeretek, és nagyon jó kolléganők vagyunk, és többször játszottunk már együtt, ezt csak úgy mondom, aha, neked, hogy bizonyára, hogyha az élet elém hozza ezt a választást, akkor én biztos, hogy itt hagyom a pályát, és elmegyek a férjemmel. Ez egész biztos. Mert? Mert én így gondolom az életemet teljesnek. Hát mert ő ilyen, mert a másik mert én olyan. Ilyen vagyok. Az egyik se jobb, a másik se. De az egyik közben ilyen, a másik én imádom a színházat, és hogy szoktam mondani, életemet, véremet, amikor valamiben benne vagyok, és valamit csinálok, akkor azt én próbálom, de nem csak próbálom, hanem általában oda szoktam érni, 100%-osan megcsinálni, és mindent megtenni érte. De egy nagyon neves kolléganő, aki velem, nálam pár évvel idősebb csak, egyszer beszélgettünk családról. És elmesélte nekem, hogy amikor toppon volt a szakmában, volt akkor körülbelül 35 éves, és a kislányával valami probléma volt, és a kislánya kórházba került. És nem tudott vele lenni a kórházban, mert este előadása volt. És akkor gondolta azt, hogy nem szabad színésznőnek lenni, mert ez nem egy élethelyzet. Hát igen, én ennél keményebb történeteket is hallottam. Szintén persze. Hát Szulák Andreának megmondta az orvos, hogy a mamája nem biztos, hogy megvárja az esti előadás. Végét. És Szulák Andrea ennek ellenére fölment a színpadra, és megcsinálta az előadást. És azt mondja, hogy még azt is érezte, hogy mikor halt meg közben a mamája. Ezek nagyon nagy dilemmák, nem? Ezek nagyon nagy dilemmák, egy a fontos. Egy a fontos, az a döntő, mint annyi sok más kérdésben, hogy tisztelni kell minden álláspontot. Tudomásul kell venni. Az egyik ilyen, a másik olyan.
Erre szoktam én mindig mondani nekem, mert az alapkérdés, az alap példám az a női emancipáció. Ami úgy szól, hogy egyrészt előadják azt a nők egy része, hogy hát te meg vagy te őrülve, te rabszolga, vagy elmész a tessék elintézni a férjed is, mosogasson, mi az, hogy te főzöl, te egy értelmis, te dolgozzál, te... A másiknak elmondják, hogy kinder, kirche, küche, legyen rajtad kötény, csak az uradra hallgass. Na most erre mondom én azt, hogy mit válaszol a nő. Én azt mondom, hogy azt, amihez kedve van, csak egy a fontos, hogy mind a kettőt tiszteljék. Ezt is lehet, azt is lehet. Ott kezdődik a baj, amikor az, aki emancipált nő, megveti azt, aki házi tündér, és aki házi tündér, megveti azt, aki emancipált. Nincs meg aznál, és sajnos, hát ez ilyen értelemben, amilyenki egy beteg társadalom, mélységes évszázad, hogy egyszerűen képtelen a toleranciára, tehát arra, hogy te olyan vagy, én ilyen vagyok. Ennyi. Hát, igen. Igen. De most azon gondolkoztam, hogy az István a király jutott eszembe, amit nem olyan régen rendeztél ugye az Erkel Színházban, hogy mennyire lehetséges ez a tolerancia. Mert ott is arról szól a helyzet, hogy vagy az egyik, vagy a másik. A kettő hát együtt arra, nem nagyon szól, megy. Azért valamit belerendeztem a végébe, az, hogy van az István is áll a piedesztálon, de a Koppány is áll a piedesztálon. És ami a legfontosabb, hogy végül is előttük összemegy a függöny, és a gyerekek maradnak ott, mert ők a fontosak. Mert azért, ez is passzé, valamit a jövőbe kéne kitalálni. Hát igen. És az unokák? Hát azok biztos keresik a maguk módját és útját is. És nagyon sok mindenben nem éltünk egyet. Hát még vitatkozunk is, meg persze. Mennyire vagy te unokázós egyébként? Hogy mi? Unokázós mennyire vagy? Hát csak bizonyos, hogy úgy mondjam, én nagyon rossz apa, és szóval én nem tudok egy pici gyerekkel játszani, vagy attól, én ügyetlen vagyok. Amikor már lehet kezdeni beszélgetni, onnantól kezdve már jó a kapcsolat. De hát akkor, ha van rá igény, akkor annyi, szóval annyi van. És az igaz, hogy köztetek, akkor nagyjából az a felosztás, hogy Ildikó a ház körül mindent megcsinál, meg az ilyen praktikus ügyek, meg a hát annál még többet is csinál, hát azért ő formálja meg a mi egész életünket, szóval ő dönti el, és ő dönti jól el, hogy hol legyen a lakásban virág, hogy hol legyen világos. Nem, szóval hogyan, van egy életforma, amit ő meghatároz. És van egy másik, a nagyvilágban, meg én meg. Köztünk az az egyesség, hogy a mi házasság azért jó, mert mind a kettőnk tudja azt, hogy mit tud a világból, és mit nem. Az borzasztó, öreg embereknél az a legrémes, azt nem szabad oda bekerülni. Az öregedés egyik legrémesebb dolga, amikor egyszerre csak elkezdenek mindenhez érteni, és mindent tudni, sőt, mindent jobban tudni. Az borzasztó. Szóval ugye, amikor jön Vili bácsi, és Juci néni, és majd ők megmondják az igazat, az borzasztó. A Vili bácsinak élete végéig meg kéne tanulni azt, hogy ő ehhez ért, ehhez nem ért. Ugyanezt a Juci néninek is. Na de én értek, ez borzasztó. Na de, és akkor te, ugye te intézed az utazás szervezését, igen. Meg nagyjából a pénzügy, biztosítod azért, igen. Főleg te az anyagiakat, igen. És akkor így ez így ki. Igen. És van egy terület. Az, ami úgynevezett szakmánk, színház, ott mindenkinek a saját véleménye. Ott mindenki úgy látja, ahogy akarja. Az... Na de te nem mondod meg, hogy most tetszett, nem tetszett? De azt megmondom, vagy fordítva, de aztán ő vagy elfogadja, vagy nem. És fordítva. És amikor rendezted? Mert azért a Dunakanyarban őt is rendezted. Nagyon ritkán. Tehát nem csak a lányadat. Hát én összesen tulajdonképpen főszerepben őt kétszer rendeztem. A Tartüffben meg a Dunakanyarban, slussz. Ja, és még egyszer egy Molière-be. Ennyi. Ez a három, se kész. Ennyi. 50 év alatt. 50 év alatt. Ez a három alatt. Nincs több. Nem tudsz mondani többet. És még szerelmesek vagytok egymásba?
nagyon szeretjük egymást. Az nagyon fontos. Szoktam mondani, hogy, az a jó házasság, az a jó kapcsolat, amikor az ember újra és újra tud szerelmes lenni. Tehát, hogy valami olyat fedez föl benne, amit esetleg eddig nem tudott. Mondjuk mi nagyon régen vagyunk együtt, és nagyon kevés dolog van, amit nem tudunk egymásról. Mondj egy ilyet, benne van. Tudod, mi egy nagy dolog? Mondok valamit, ez más. Minden reggel, mikor fölébredünk, nagyon tudunk örülni egymásnak, hogy a másik van. Az egy nagy dolog. És mit fedeztél föl benne? Ma reggel? Nem ma reggel. Nem felfelejtsz az öröm, hogy itt van. Milyen jó, hogy itt van. Milyen jó. Hát akkor én megörülök, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, hogy jöttetek. És köszönjük. És önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket. Hámori Ildikó és Színetár Miklós voltak a Bóta Café vendégei. Viszontlátásra. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Jó esett, jó beszélgetés volt. Örülök neki. Köszönöm.